Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden táján, tájáról, többek között az óceánon túlon résztvevőket is. Juhászné Pintér Marian vagyok. Én vagyok a PPH egyik hetes szintű vezetője. Tegeződve szoktuk a képzést tartani, remélem ez senki számára nem bántó. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom védőnő volt. Még jelenleg védőnőként is dolgozom, de mára már inkább a PPH szervező, csapatszervező tevékenysége a fő tevékenységem. Szeretném ezt fő tevékenységként végezni. Én mezőkövesden élek. A férjemmel érkeztem ide, aki hamarosan megérkezik. Csak ö, kicsit ö, még egyéb feladata volt. Három gyermekünk van. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú Mesterkócs, Boldogság Specialista, szervezetünk vezetője és alapítója fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik az emberekkel, 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni a tanításaira, főleg azokra a tanításaira, ami a jövővel kapcsolatos és kapcsolatban mond. Ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, legalábbis már ez több 30 éves tapasztalatunk is. Amit Szedlacsik Miklós mond, az eddig mindig megvalósult. Az előadunk egy olyan mester, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben is páratlan, egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével négy különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és az emberismeret területén, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón úgy, hogy az emberek azt jól meg tudják érteni. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb tudása, információja bolygószinten szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korszakba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket Szedlacsik Miklós mesterkocsot, hogy jöjjön és tartsa meg számunkra a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól lát, jól hall. Az itt lévők biztos. Mennyire vagy elégedett jelenlegi világunkkal? Katasztrófa. Ki az, aki nem elégedett a jelenlegi világban? Oké. Okay. És azzal mennyire vagy elégedett, hogy milyen irányba halad ez a jelenlegi világ? Tehát mit látsz, hogy jó felé haladunk, rossz felé haladunk, mármint a világ. Ki az, aki úgy látja, hogy nem jó felé halad a világ? Oké. Okay. Gondoltál már arra, hogy a jó embereknek nem kellene esetleg valamit tenni azért, hogy a világ jó felé haladjon? Tehát nem gondoltál arra, hogy ha te jó ember vagy, akkor esetleg valamit tenni kellene azért, hogy egy jobb világunk legyen. Mert ha a jó emberek nem tesznek semmit, hát ha megnézed a rossz emberek, azok bőszentelékekednek, nem? És tesznek azért a rossz emberek, hogy ne egy jó világunk legyen, hanem egy rossz, nem? Egyre rosszabb. Tehát ez egy általános szabály, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Tehát ez olyan, mint hogy Tudom én? nem teszel semmit a párkapcsolatodért és akkor szépen elromlik. Nem teszel semmit mondjuk a gyerekeddel való kapcsolatért, és akkor szépen elromlik. Ugye ez a, az a kapcsolat, vagy mit tudom én, nem dolgozol azért, hogy mondjuk többet keres, több pénzt keres, akkor nem fogsz többét, több pénzt keresni. Tehát, hogyha mondjuk nem teszel azért, hogy mit tudom én, mondjuk a, jó viszonyban legyél emberekkel, akkor mitől lenne jó viszonyban? Tehát az embernek tenni kell azért, hogy jobb legyen. Tehát az emberek azt gondolják, hogy nem kell azért tenni semmi pluszt, hogy jobb legyen. Mondok példát, jó? Tudom hány olyan kapcsolatot láttatok már, ami végül, hát megszűnt, mondjuk párkapcsolat, párkapcsolat, megszűnt, hogy kezdetben mennyit tettek azért, hogy az a párkapcsolat elinduljon, jó legyen, aztán utána, amikor összeházasodtak, vagy összebútoroztak, akkor gyakorlatilag elkezdtek már nem nagyon tenni azért, hogy az a kapcsolat épüljön tovább. Tehát azt gondolj, gondolja a legtöbb ember, hogy hogyha valami létrejött, akkor azért nem kell tenni semmit, hogy, hogy az nem tudom én, jó szinten maradjon. Hát ez olyan, mintha kinek van a saját autója, azt tegye föl már a kezét, vagy a családban autó van, és mi lenne akkor, hogyha azt az autót sose szervizelnék? Csak haladná vele, mennél vele. Hm? Nem menne tönkre? Véletlenül? Na, ugyan, ugyanerről szól a történet. Tehát, hogyha valamit nem gondozol, volt már olyan, hogy szoba, kinek volt már valamilyen szobanövénye? És mi van a szobanövényt nem gondozol? Mi lesz vele? Ez. Így van. Tehát miért gondoljuk azt, hogy, hogy valamiért, ami már létrejött, azért nem kell tenni? Hogy, hogy az fennmaradjon, hogy szép legyen. Tehát gondold végig a növény, miért kevesebbet kell tenni akkor, amikor még nem is látod, még a földben van, már el van ültetve, de a földben van, mint akkor, mikor már kihajtott. És minél nagyobb egy növény, annál többet kell tenni azért, hogy az ne menjen tönkre. Tehát gondold végig, hogy mit tudom én, egy kis gyümölcsfa, ami ekkora, ami éppen kikelt a, mondjuk a magról, és ekkora azért azzal közel nem annyit kell foglalkozni, mint mikor már hatalmas terebélyes gyümölcs van. Világos ez? Tehát miért gondoljuk azt, hogy, hogy valami egyszer létrejött, akkor utána azért már nem kell intenzíven tenni? Tehát most gondold végig, mondjuk itt van a párkapcsolat, emberi kapcsolatok, közül az egyik ugye legfontosabb kapcsolat, hiszen hát nem lenne az ember szülő, ha nincs párkapcsolat, nem? Nem lenne gyerek, ha nincs párkapcsolat, nem? Tehát ezeknek a kapcsolatoknak az alapja gyakorlatilag a szülői kapcsolatnak, a gyerek kapcsolatnak, hogy párkapcsolat. Tehát gondold végig, hogy létrejön egy párkapcsolat, és Miért kell többet tenni egy kapcsolatért később, mint kezdetbe? Tehát létrejött. Miért? Nagyon egyszerű, mert ha össze van bútorozva az ember, na akkor kezdenek jönni a közös gondok. A közös gondok. És a közös gondok rontanak a kapcsolaton. Érted? Vagy javítanak akkor, hogyha az ember Képes arra, illetve mind a két ember képes arra, hogy azt a közös gondot megoldja. Ha nem oldják meg a közös gondot, akkor az a kapcsolat rovására fog menni. És ugye minél több időt töltött el két ember egymással, annál több és több gondot okoznak egymásnak. De itt az a kérdés, hogy vajon ezeket a gondokat tudják-e kezelni, vagy nem tudják kezelni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért okoznak egyre több és több gondot. Mert egyre több és több negatív dolgot éltet meg az életükben, és az embernek van egy ösztönös része, az elmének a bal fele, az agyunk bal feléhez kapcsolódik ugye a a nem gondolkozó elme, hanem az ösztönös elme, tehát a, a, ahol az ösztöneinket tároljuk, ahol a, a múlt mozgásba lendül a jelenben, tehát ami azt jelenti, hogy a, az egyén megél negatív dolgokat mondjuk a párjával, legtöbb negatív dolgot az emberek otthon élnek meg, és onnantól kezdve, ez a fajta elmebéli működés, ami a tudatossághoz semmi köze, ez egy olyan fajta működés, ami kizárólag a ösztönös túlélést szolgálja, mint az állatoknál. Ezáltal bármilyen negatív dolog érte a, a kapcsolatotokat egymással, ami az idők során egyre több és több, ha ahhoz hasonló. Körülménybe kerülsz, az nem azt jelenti, hogy az eseménynek kell hasonlónak lenni, hanem elég, ha helyszínben valami hasonlít ahhoz a helyszínhez, ahol negatív, dolog élt, negatív dolgot éltél meg. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen bekattansz tőle. Tehát ha nem tudod kezelni az ilyen helyzeteket, nem tudod a saját magad működését kezelni, akkor bekattansz egy ilyen helyzetbe, és egyszerűen, mint egy bekattant ember, akinek idézőjelbe elment az esze, mert szó szerint, ha ösztönösen működünk, akkor az eszünk az nincs jelen. Elment az esze, és egyre hamarabb el tud menni az embernek az esze, minél hosszabb időt töltött valakivel életében. Nem a barátokra gondolok, hanem a párkapcsolatra. Mert annál több negatív dolgot éltetek meg közösen vagy külön-külön. Tehát még az se kell, hogy a másik személlyel közösen megélj egy negatív dolgot, hanem bőven elég, hogyha te magad megélsz negatív dolgot, és abban a helyzetben, amikor mondjuk együtt vagy a pároddal, egyszerűen valami emlékeztet arra a negatív helyzetre, amit te megéltél valaha. És bekattint téged, és arra ösztönöz, hogy ugyanazt a fajta működést játszd el, mint amikor az a negatív esemény valóságban létrejött, és nem tudatosan cselekedtél, hanem reagáltál, méghozzá nem feltétlenül pozitívan, sőt, biztos, hogy nem pozitívan. Tehát, ami azt jelenti, hogy gondold végig, nem kellene az embernek. Minden részét az életének. Például itt vannak a részek, nézzük meg. Itt van tíz életterület. Nem kellene tudással rendelkezni minden életterületre. Én csak egy életterületről beszéltem az imént, a párkapcsolatról. De hát ugye van az embernek tíz életterülete a legtöbb embernek legalábbis. És ezeken nem kellene jól boldogulni. És minden, ezeken a területeken képzeljétek el, mindenhol szerepet játszik, az az elme működés, hogy minél több problémát éltél meg életedben, negatív helyzetet, ami azt jelenti, hogy lehet hogy az, lehetett az egy fájdalom fizikai, vagy azon belül lelki fájdalom. Érted? Megéltél, és az azt jelenti, hogy bármilyen helyzetben vagy ebből a tízből, valami emlékeztet arra a negatív helyzetre, és nem vagy kellően jó állapotba, elromlik a hangulatod, lecsúszol egy olyan szintre, ahol egyszerűen bekattannak az ösztöneid, és elkezdesz úgy működni, mint egy hát nem egészen értelmes lény, hanem erre szokták mondani, hogy úgy működtél, mint egy állat utólag. Ami azt jelenti, hogy az állat nem tud tudatosan működni, csak ösztönösen az ember vagy ösztönösen működik, vagy tudatosan működik. De ha bekattanunk, akkor nem vagyunk képesek tudatosan működni, csak és kizárólag ösztönösen. Vagy képes az ember uralkodni az érzelmein. Hány olyan embert ismersz a civil életében, nem itt a PPH-sok között? aki képes minden helyzetben uralkodni az érzelmein. Illetve képes az érzelmeit teljes egészében irányítani. Hány ilyen embert ismersz? Egyet Így van. Nem ismersz egyet sem. Tehát az emberek nem a mai világunkban képtelenek uralkodni az érzelmeiken, és képtelenek irányítani az érzéseiket, az érzelmeiket. Oké, okay? képtelenek. Még a pozitív érzéseiket is képtelenek a legtöbb ember irányítani. Gondolj csak a szeretetre. Gondolj arra, hogy mondok, nagyon érdekes, az egyik reggeli rádió műsorban hallottam, hogy tudod, mikor adják be a legtöbb válást az évben. A karácsony után, szilveszter után az első, nem a legelső munkanap, hanem még a szilveszter után kivesznek szabadságot, a hétköznapokat, és az utána következő héten adják be a legtöbb vállókeresetet az évben. Na erre varjatok gombot. Minden képzeljétek el tehát mi miután válnak el az emberek? Szeretet. szeretet ünnepén, ünnepe után, meg a mulatás ünnepe után, mert ugye a szilveszter, ugye az új év búcsúztató, az új év, az az új évnek a, a, az eljövetelét ünnepeljük, tehát amikor... Jó hangulatban kellene lenni, akkor, azután válnak el a legtöbben. Érted? Tehát akkor adják be a legtöbben a válást. Az egész évben. Ez egy konkrét statisztika. Érted? Nem újunkból szoktuk. Biztos azért, nem? Mert a szeretetet jól működteti. Biztos azért, nem? Ha szeretetet jól működtetnék, akkor nem válnának el. Világos ez? Tehát mondom, még a pozitív érzelmeiket is az emberek rosszul kezelik, hát akkor a negatívat azt egyáltalán nem tudják kezelni. Tehát szó szerint gondoljátok végig, 87 óta foglalkozok emberekkel, 91 óta szervezek csapatot. Nekem 91 óta van saját szervezésű csapatom. Az azt jelenti, hogy a mostani saját szervezésű csapat az sok ezer fős. És soha nem láttam még olyat, hogy valaki, abból valakit én megismertem, és ö, hagyományos életet él, tehát magyarul nem tanult előtte ilyen dolgokat, az képes lett volna az érzelmein uralkodni és az érzelmeit irányítani. Nem találkoztam a több tízezer ember közül egyel se. Mondom, egyel se. Ez ilyen brutális módon rosszul működik. És azt láttam, hogy találkoztam talán két olyan emberrel életemben, aki ezen viszonylag jól működött. De előtte vagy tíz éven keresztül tanult ilyen dolgokat. Oké? Okay? És gyakorolt. És itt közre játszik, hogy milyen gyorsan tud ezen a téren valaki megváltozni, közre játszik az, hogy mennyi negatív dolgot élt meg az édesanyja hasában, utána mennyi negatív dolgot élt meg az első hét évében, az életének az első hét évében. Tehát a születésének az első hét évében, születés utáni időszaknak a az első 7 évében, majd utána mennyit élt meg ez a harmadsor, harmadsorban ugye 7-14 között, mennyi negatív dolgot élt meg, majd ugye negyed sorban mennyi negatív dolgot élt meg? 14 és 21 év között? És azt látom, mivel én ezzel foglalkozok 24 éve. 24 éve foglalkozok ilyen dolgokkal. 24 év alatt azt látom, hogy az emberek, akik többet, több problémát éltek meg ezen időszakok alatt, azoknak hosszabb a fejlődési időszakuk. Akik kevesebb negatív történést éltek meg az, az, az azokban a szakaszokban, amiről beszéltem, azoknak gyorsabb a fejlődés. Tehát ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy az elméjükbe jobban beleégett az a rengeteg negatív esemény. És ezt nem lehet kitörölni, hanem van rá technika, hogy az ember hogyan kezelje azt a helyzetet, amikor bekattan. Ezt nyilván a technikát nem fogom most elmondani. A technikáról azoknak beszélek, akik megérdemlik. És hogy szól az érdem? Ez úgy, úgy szól az érdem, hogy csere. Akinek a csere az büdös, az nem érdemel technikát. Világos ez? És a csere mindig úgy van, hogy ha az ember mondjuk megoldást akar kapni, akkor először adnia kell. Tehát a csere mindig úgy működik, hogy adok, kapok. Tehát én megoldást akarok kapni, akkor nekem először adnom kell, hogy kaphassak, és nem fordítva. A bolygón Akiknek problémájuk van, az elég sok ember. Mondhatjuk azt, hogy a bolygó 99, akárhány tized százalékának biztos, hogy valamilyen rendszerességgel vagy rendszertelességgel vannak problémáik. És szeretnék megoldani az emberek a Sőt, nem az a jó megoldás, hogy megoldjuk a problémáinkat, hanem megelőzzük a problémáinkat. Mert ugyanis a problémáink, akármilyen hihetetlen, amikor neked van egy személyes problémád, abban részed van, hogy az a probléma létezik. Hogy milyen mértékben van részled, ez már részletkérdés. Oké, okay? de részed van benne. Lehet, hogy kisebb, lehet, hogy nagyobb mértékben, de részed van. És ha valamiben neked részed van, akkor te képes vagy megelőzni, vagy ha megkaptad a problémát, akkor megoldani egy problémát. De a megelőzés is egy technológia és a megoldás is egy technológia. Ráadásul nem azonos. Na most én 20, azt mondja 8, az a 9, 98, az 25 éve. 26. 26 éve foglalkozom azzal, hogy keressem a megoldásokat a problémákra. 26 éve. Illetve már előtte is elkezdtem, 93-tól akkor az hány éve? 31 éve. Csak akkor még magamtól kezdtem el, nem tanított erre senki. Oké? Okay? Tehát magamtól kezdtem el avval foglalkozni, hogy a problémákat megoldjam. Nem csak a sajátomat hanem hogy képes legyek segítséget nyújtani abban, hogy más is megoldja a problémáit. Most gondold végig, ha egyszer ebben foglalkozok 31 évvel, 31 éve, akkor lehet, hogy van ezzel kapcsolatban tudásom. Tehát igen, mindig érdekelt ez a téma, és onnantól kezdve, mikor lehetőségem nyílt arra, hogy én ezzel foglalkozok, foglalkozzak 93-tól, akkor ez az azt jelenti, hogy nagyon is elkezdtem vele foglalkozni. És például azzal is foglalkozok, hogy milyen problémák, tehát hogy összegyűjtsem a problémákat. És hogy a problémákra, adott problémákra mi a megoldás. Tehát nem csak a megoldásokkal foglalkozok, hanem a problémákkal is. Tehát az azt jelenti, hogy egy adott problémára legyen megoldás. És nem nagy képűség, amit ki fogok most jelenteni, én el tudom képzelni, hogy a bolygón ezen a téren élő embert figyelembe véve, nekem van a legnagyobb tapasztalatom és tudásom. Oké. Okay? tehát élő embert figyelembe véve. 13 éve nem tudtak olyan problémával elém jönni emberek, 13 éve kezdtük az emberek fejlesztését tömegesen. Tehát addig 93-tól 2010-ig vezetőknek adtam át olyan tudást, amivel a problémáikat tudják megoldani. 2010-től pedig gyakorlatilag bárkinek, aki erre nyitott természetes, és a cserét. Oké? Okay? És az alatt 13 év alatt, mióta kifelé is foglalkozunk, nem csak a vezetőkkel, hogy meg tudják oldani a problémáikat az emberek, illetve meg tudják előzni, 13 év alatt nem tudtak olyan ö, problémát, felvetni, amire nincs megoldás. Oké? Okay? Pedig rengeteg problémával fordultak hozzá emberek. Tehát olyan probléma nincs, amire nincs megoldás. Ez az én álláspontom évtizedek óta. Oké? Okay? És oké, egy kicsit magamról, jó? a házi asszonyunk beszélt rólam egy pár gondolatot, de annyit azért szeretnék mondani, hogy én ezért vagyok itt, ezen a bolygón. Hogy átadjam azt a tudást, amit kapok. És amit természetesen meg is éltem. Vagy közvetlen módon éltem meg, vagy közvetett módon éltem meg. Tehát én életemben közvetlen és közvetett módon több problémát értem meg, mint hát az emberek 99%-a. Oké? Okay? Főleg azért, mert foglalkoztam ezzel. És miért kell segíteni az embereket abban, elsősorban abban, hogy megelőzzék a problémáikat? Miért? Tehát miért a megelőzés a fontos ez, mint a betegségeknél. A megelőzés, hogy ne legyél beteg, a sokkal fontosabb, mint az, hogyha beteg vagy, és megpróbálj meggyógyulni. Oké? Okay? Hát gondold végig, a prevenció, problem prevention holding, probléma megelőzés, a sokkal, de sokkal fontosabb, hogy ne legyen problémád. Mindjárt elmagyarázom, és megérted, hogy miért. Mert ha neked problémád van, mondjuk legyen egy betegség a probléma. Ha megnézed, a betegségben van, ha valaki benne van, azért nehezebb kigyógyulni egy betegségből, mint megelőzni egy betegséget, mert olyankor, amikor beteg vagy, akkor a, szinte az összes figyelmed a betegségem van. És ezáltal a gyógyulás, nincs annyi figyelmed, mint a betegségedre, nem tudom világosan. -e. Mert nem jut annyi figyelem a gyógyulásra, mint a betegségre. Érthető? Általában a betegség az fájdalmakkal jár, nem? Tehát olyan mértékben elviszi a figyelmedet a fájdalom, még akkor is a fájdalom csillapítózó. Mert egyben a fájdalom csillapító egy kábítószer, tehát blokkol idegpályákat. Oké? Okay? Tehát kábít. Na most, ha te kábább vagy, mint amennyinek, amennyire kellene lenned, akkor a figyelmed is kábább. Világos ez? Az azt jelenti, hogy nem tudsz olyan tempóban meggyógyulni, mintha nem lennél beteg. Világos ez? Jó, ugye ez most furcsa hangzik, hogy ha hát persze, hogy akkor, mikor nem vagy beteg, akkor nem kell meggyógyulni. De mondom, ezt azt értsd meg, hogy a figyelmedet elviszi a fájdalom, ha csillapítasz, akkor pedig kábává teszi a figyelmedet a csillapító. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy a gyógyulásra se így, se úgy nem marad annyi figyelmed. Világos ez? Ezáltal, ha az ember egészséges és megelőzni akar, akkor sokkal több figyelme, Tud fordulni arra, hogy ő egészséges maradjon, mint egy ember, aki beteg, és meg akar gyógyulni. Nem tudom, világos-e. Ezért sok ember belehal egy betegségbe, mert egyszerűen semmi figyelme nem marad a gyógyulásra. Világos ez? Semmi. Olyan mértékben elviszi a figyelmét a betegség, hogy nulla figyelem marad a gyógyulásra. Na most, hogy értsétek, hogy mi a figyelem? Energia. Tehát te azt is mondhatnád a figyelemre, hogy nem marad energiája a gyógyulásra, mert olyan mértékben elvonja az energiát a betegsége. És ezáltal belehal. Világos ez? Tehát amikor az ember egészséges, akkor van elég energiája. Oké? Okay? Ezért azt az energiát, ha arra ford, annak egy részét arra fordítja, hogy egészséges maradjon, akkor ahhoz sokkal kevesebb energia kell. Mert van bőven energiája, érted? Mint akkor, amikor a betegség elviszi az energiáit. És ez nem csak a betegségre igaz, hanem minden problémára, ami létezik az embernél. Nem sokféle probléma van, nézzük meg. Van a betegség, van a baleset, van a családi probléma, és van az anyagi probléma. Tehát ebben a négyféle problémában minden problémát bele lehet gyömöszölni. Ami azt jelenti, hogy ezen a négy területen bármilyen problémát kapsz, az lesz a gondod, hogy maga a probléma olyan mértékben elviszi a figyelmet. Minél nagyobb probléma, annál nagyobb mértékben viszi el a figyelmedet. Hogy arra már nem lesz figyelmed, tehát megint maradjunk, viszi el az energiádat. Okay? A figyelem az egy energia viszi el az energiádat, hogy nem marad energiád arra, hogy megold a problémádat. Ezért látod azt, hogy jönnek emberek például ide problémával, és mivel hatalmas problémákkal jönnek, ezért hiába tanul, már arra nem marad energiája, hogy megoldja a problémáját. És ezért látod azt, hogy nem tudják megoldani emberek a problémájukat, mert a figyelmük, az energiájuk, az elfogyott. Világos ez? Na most akkor ezt hogy így tudod, hogy ez így van, ha hiszed, ha nem, ez akkor is így van. Lehet, hogy te azt gondolod, hogy nem így van, én meggyőzöttem róla, hogy így van. Ez a különbség közted és köztem. Szóval lényeg az, hogy ha az ember ezt figyeli ezt a dolgokat és végig gondolja, tök logikus tök logikus na most akkor megkérdezném hogy nem kellene a, olyan tudással rendelkezni, hogy ezeken a területeken mind, minden területen meg tud oldani azt, hogy megelőzd a problémáidat. Hm? És azt, hogy hogy előzze meg az ember a problémákat, technika, tudás, módszer, tehát módszerek, amit tudod miért nem tanítanak az iskolákban? Hogy ne legyen ilyen ismereted. Hogy minél több problémád legyen az életedben. És ez nem összeesküvés elmélet, ez tény. Hány olyan képzést kaptál a hagyományos iskolában, ami arra vonatkozott, hogy hogyan előz meg egy problémát? Egy se. Hány olyan képzést kaptál a hagyományos iskolában? Hogyha valamilyen problémád van, hogyan old meg? Nincs ilyen. Tehát ebből is látható, hogy szisztematikusan úgy van kialakítva a tanítási rendszer, hogy az emberek ne tanuljanak ilyen dolgokról. Miért? Mert ha problémád van, akkor súlyos pénzeket fogsz azért kifizetni, hogy bármilyen problémádat megold. Oké? Okay? Az baromi nagy buli egyeseknek, neked nem, akinek a problémád van, hanem azoknak, akiknek a mit tudom én milyen termékével, vagy akármivel, hát próbálod megoldani a problémát. Oké? Okay. Na most van még egy dolog ezzel a probléma kérdéssel. Tehát az emberek, hát gyakorlatilag azt látom, hogy nem tudják megelőzni a problémáikat. Erre nagyon egyszerű azt szoktuk mondani, hogy meg kellett élnie. És jön az a dolog, hogy ugye a probléma olyan mértékben elviszi az energiáját, figyelmét, hogy képtelen megoldani. Akkor mi a megoldás? Nem a tudás. Mert hiába adsz tudást, hogyha egy illető képtelen a figyelmét a megoldásra helyezni, mert nincs annyi energiája. Világos ez? Tehát nincs. Ekkor van szükség arra, hogy figyelmet kapjon olyan szemétől, aki tud neki megoldást nyújtani. Érted? Az nem azt jelenti, hogy megoldja helyette, hanem figyelmet kap az illető, energiát kap az illető egy olyan szemétől, aki képes megoldást nyújtani, világos módszereket nyújtani, technikát nyújtani, és ha elakad az illető, akkor további segítséget tud nyújtani, ami nem fizikai segítség, hanem mentális segítség, energetikai segítség. Érted? És az illető, ha egy ilyen közösségben van, akkor meg tudja oldani a problémáját. Világos ez? Ha nincs egy ilyen közösségben, ahol ilyen emberek vannak, akik ezt meg tudják oldani, akkor nem fogja megoldani a problémáját. És szenved. És mit csinál sok ember a probléma elől? Két dolgot. Vagy homokba dugja a fejét, vagy menekül. Elmenekül a probléma elől. De az nem oldja meg a problémát, hogy valaki homokba dugja a fejét, vagy elmenekül. A probléma azért van, hogy megtanuljuk kezelni a problémánkat, és megtanuljuk azt a típusú problémát megelőzni. Világos ez? Ezért van. Ezért él meg az ember problémát. Tehát mit? Még egyszer? Megtanulja megoldani, és megtanulja megelőzni. De egy ember meg tudja előzni a problémáit, akkor nem kell megélnie a problémát, mert a problémának az a célja, hogy meg tud előzni. Marha jó össze van ez rakva. Piszok jól összerakták a fentiek. Oké? Okay. Tehát az egyének szabad akarata van. Te választhatsz. Választhatsz, hogy milyen életet akarsz élni. Választhatsz, hogy minden problémát meg akarsz élni, és akarsz szenvedni. Vagy azt választod, hogy szerteszel. Annyi ismeretre, hogy képes vagy, illetve képes leszel megelőzni a problémáidat, mivel a problémáknak az a célja veled szemben, veled kapcsolatban, hogy képes legyél a problémákat megelőzni. Világos ez. Attól, hogy az emberek ezt nem tudják, hogy ez így van, attól ez bizony így van. Oké? Okay. Én az előző életemben is, mint lélek, tanítottam. Oké? Okay. Csak nem emberi lelkeket, hanem magasabb szintű lelkeket. Oké? Okay. Voltam már itt a bolygón, de nem reinkarnációs sorozatban. Oké? Okay ami azt jelenti, hogy azt az információkat, tehát ugye ezt nagyon régen elmondtam, talán egy vezetőképző mondtam el, most elmondom. Tehát a, az ember leszületése előtt, ha első leszületés a bolygón, választhat, hogy tudással születik, vagy tudás nélkül. Nyilván a legtöbb ember azt fogja választani, hogy tudás nélkül. De a tudás nélküliségben, hogyha az ember küldetéssel született le, minden ember küldetéssel született, de akkor inkább úgy mondanám, hogy nagy küldetéssel vagy kiemelkedő küldetéssel született, akkor az ember választhat, hogy a tudást azt megtartod, nagyon nehéz egyébként úgy gyereknek lenni. Tehát megnézed a, a kiemelkedő tudással rendelkező gyerekek ki vannak közösítve. Tehát nagyon nehéz. Vagy amit én választottam, én nem ezt választottam, hanem azt választottam, hogy majd küldik nekem az üzeneteket felnőttként. Oké? Okay? Én ezt választottam. És kapom az üzeneteket. Több tudást kaptam életemben, mint amennyit tanítottak már életemben. Világos vagy, tanultam életemben? Tehát több tudást kaptam, mint amennyit tanítottak, vagy tanultam. A tudás micsoda? A tudás az azt jelenti, hogy képes az ember a tudását hasznosítani. Érted? Tehát a módszereket hasznosítani. Ez jelenti a tudás. Az nem tudás, ami csak információ, azt egyik füleden bemegy, a másikon meg kijön. Jó, ez nem tudás. Tehát az a tudás, amit képes vagy utána használni, Oké? Okay? Tehát én több tudást kaptam, mint amennyit tanultam és tanítottak. Oké? Okay? Na most, akkor nézzük egy kicsit még ezt a dolgot. Ne csak magamról beszéljek, hanem nézzük, beszéljünk rólad, jó? Na szóval, nem tudom, mennyire vagy tisztább azzal, hogy nem véletlenül vagy itt a bolygón. Mindenki küldetéssel van itt, kisebb-nagyobb küldetéssel. Te, aki nyitott vagy arra, hogy fejlődj, ha nem lennél nyitott, nem hallgatnád az előadásomat. Ilyen egyszerű. Tehát, hogyha nyitott vagy a fejlődésedre, akkor te rendkívüli ember vagy. Ugyanis, ha körülnézel. A legtöbb ember az nem nyitott a saját fejlődésére. A bolygón körülbelül a 4% jelenleg nyitott a saját fejlődésére. Az azt jelenti, hogy minden 25. ember. Mindössze. Oké? Okay? De én megmondom őszintén sajnálom azt a 24-et. Aki nem nyitott. Oké? Okay? Mert nekem úgy tűnik, mintha szeretnének szenvedni. Oké? Okay? És mintha jól lesne nekik az, hogy ők szenvednek. Szóval azért vagy itt, és Azért hallod az én előadásomat, vagy előadásaimat, mert te nem akárki vagy. Te fényküldött vagy. Mi az, hogy fényküldött? A fény az egy energia. Oké? Okay? És a fény a lege legfőbb fény, ha megnézed, honnan jön. A napból. Fentről. Oké? Okay? Tehát a legfőbb fény, ezt a bolygót fentről éri. Oké? Okay? Még éjszaka is, mikor csak csillagok vannak. Oké? Okay? Tehát a fény, a fénynek az energiája az fentről jött. Magyarul fentről küldtek. Ez a fény küldött. Világos? Tehát. Te azért jöttél ide, mert fentről küldtek. Miért küldenek egy embert ide? Hát mert feladata van ezen a bolygón. Nézzük meg, hogy vajon mi a feladata egy fényküldöttnek. Legyél tisztában azzal, hogy ki is az a fényküldött. Tehát, hogy ki vagy. És mi a dolgod, mint fényküldött. Azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a legnagyobb betegségükből, a félelemből. És annak következményeiből. A fény, tehát minden fény küldött, tehát te is, egy isteni szent feladattal érkezett céljuk a fényküldötteknek, hogy a földi embereket gyógyítsák és tanítsák. Hogy most ez fizikai gyógyítást, vagy lelki gyógyítás, az most részletkérdés. A fényküldöttek olyanok, hogy egymásra találnak. Mi egy fényküldött gyűjtő szervezet vagyunk. Ezt olvashatod is a regisztrációnál mindenki olvashatta a regisztrációnál. Ott van. Nem csak gyűjtjük a fényküldötteket, hanem tovább képezzük a fényküldötteket. Mert nekik is szükségük van arra, hogy, hogy egyre több és több tudásuk és képességük legyen. És a fényküldöttek megérzik egymásban a tüzet, a lelkesedést, a segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élő lény testi, lelki gyógyítása iránti vágyat. Nyilván a lelki az az emberekre vonatkozik. A testi az pedig még akár a növényekre is. Egyre inkább csoportot alkotnak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek. Milyen ügyért? Meg kell menteni ezt az emberiséget, ezt a bolygót. Oké? Okay? Ez az ügyünk. Erre megvan a forgatókönyv, hogy hogy kell ezt csinálni. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott. Így a csoporton belül mindenki megtalálja a maga saját helyét. De ezáltal a fényküldöttek tudnak egymástól is tanulni. Hiszen más a rész feladatuk. Világos? Tehát ne gondolj semmiféle szektársodásra. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag a saját akaratából kényszer nélkül, és örömmel teszi. Tehát ezért látni azt, hogy ide jön egy tanuló. És ha önszántából jön ide, vagy ha, hát nem kényszer hatására, de ilyen, Hát rábeszélés hatására, igen, köszönöm szépen. Tehát rábeszélés hatására. Aki rábeszélés hatására jött, nem sokáig marad itt. Aki önként jött, azok nem maradnak ki. Oké. Okay? Azok itt maradnak. Ez a különbség. Tehát. Tehát itt nincs szektársodás nálunk. Szó sincs erről. Ha egy fényküldő csoport munkájában valaki részt vesz, az kizárólag a saját akaratából. Kényszer nélkül, és örömmel teszi. Az élet minden területén igaz, hogy csak az összefogásnak van eredménye. Tehát az egyénieskedésnek az ég adta világon. Semmi értelme nincs. Mert ha a csoportnak jó, akkor neked is jó. De ha neked jó, akkor az nem biztos, hogy a csoportnak jó. Logikus. Tehát amiben csoportban te részt veszel. És annak a csoportnak jó, akkor neked is jó. Oké, okay? de te hiába veszel részt egy csoportban, hogy ha csak azzal foglalkozol, hogy neked jó legyen, attól a csoportnak nem lesz jó. a földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Vagy gondold végig, ha most te már nem látsz odáig, hogy meg kell menteni, akkor csak azt nézd meg, hogy jó, ami az elején föltettem kérdést, jó irányba haladunk-e, mint emberiség. Ezt nézd meg. És ha így haladunk, e felé haladunk, amely felé haladunk, milyen élet vár rád, a gyerekeidre, stb., unokádra, stb. stb. Ha te még nem tudsz olyan messzire látni, hogy eltűnik ez az emberi civilizáció, ha ez így megy tovább. De milyen élete lesz, mondjuk neked 5 év múlva, vagy 20 év múlva a gyerekednek, érted? Vagy az unokádnak 30 év múlva, milyen lesz? Hm? Ezt gondold végig. Tehát nem javul az életminőség. Ne az életszínvonalat nézd, az életszínvonalak semmi köze az életminőséghez. Az életminőség az, hogy mennyire érzik jól magukat az emberek a bőrükben. Ez az életminőség. És nincs más. Nincs más életminőség. Ennyi és minél jobban érzi magát valaki a saját bőrében, annál jobb életminőséget él. Világos? És az életminőség az a tíz terület, amiről beszéltem az imént, illetve mutattam. Tehát az emberi civilizáció csak az összefogás mentheti meg, ezért szükségszerű, a fény küldöttek egymásra találása, közös munkálkodása. Nyilván egy közös, sokkal szebb jövőért. És azért, hogy felemelkedjünk. Mi az, hogy felemelkedés? Tehát, hogy a lelked felemelkedjen, és ne reinkarnációba térjen ide vissza. Világos? Hanem ha visszatér, akkor segítőként térjen vissza. És az a választása legyen, és ne egy, egy olyan, hogy nincs választásod. Mert a, a bolygó jó része, az emberiség egy jó része az úgy inkarnálódott ebbe az életében, ami most él, hogy az volt a választási lehetősége, hogy még marad a virtuális valóságban, a létközi állapotban, vagy már építed itt az ideje, hogy leszülessen. Nincs más választás. Amikor felemelkedik egy lélek, akkor az a választása, hogy visszatérhet abba a világba, amiből jött. A magasabb létformába. Oké? Okay? Ahol van test, csak a tested sokkal hosszabb életű. És kibe tudsz járni abba a testedbe, mint lélek. Egyébként nagyon sok ember, mikor alszik, nem is tudja, hogy kilép a testéből. És mire fölébred, visszakerül. Oké? Okay. Na most gondold végig, azt akkor fent tudatosan tudja az ember csinálni. Fogja, alszik a teste, és ő meg szabadon működik, addig, ameddig akar. Földi életben akár évszázadokat tudsz testeden kívül lenni. Világos ez? Csak a lélek számára nem létezik olyan, hogy idő. Tudod miért nem? Mert halhatatlan. Csak a mulandónak. Létezik idő. A mulandóság miatt. És minden olyan helyen, ahol mulandóság van, a mulandóságnak van élettartama. Ezért van ideje, és az idejének van lejárata. De amelyik nem mulandó, mint például a lelkünk, a lelkünknek nincs olyan, hogy idő. Tehát, hogyha egy Lélek kilép a testből, akkor számára nincs olyan akadály, hogy idő, vagy tér. Még olyan akadály sincs, hogy tér. Oké? Okay? Olyan akadály sincs, hogy anyag. Világos ez? Tehát a lelkünk az egy értelmes energia. Oké? Okay? És ez a világegyetemben egyedülálló az élőlények közül, de nem az emberben lévő lélek egyedülálló, mert minden értelmes lénynek a világegyetemben van lelke. Oké? Okay? Nézzünk tovább. És akkor erről beszéltem a múltkor nézd meg, hogyha ha szeretnéd tudni, hogy mi következne ezután, a múltkor az azt jelenti, hogy vasárnap. Úgyhogy most nem megyek tovább, de gyorsan elmondom azt, hogy tehát összefoglalom, hogy amiről beszéltem. Tehát itt várjuk azokat az embereket, akikben van egy olyan érzés, hogy valamit kellene tenni magunkért, emberiségért. És ha az emberiség jó, akkor ez a bolygón minden jó lesz. Oké? Okay? Mert minden tőlünk függ. Mert a jó emberek együtt jó cselekedeteket képesek végezni. Oké? Okay? És jóvá akarjuk tenni az embereket, akik itt vannak. és ezt olyan módon tesszük, amit majd a háziasszonyunk még beszél róla, jó? hogy a leges legkedvezőbb módon csináljuk. És amit csinálunk, az bolygó szinten teljesen egyedülálló. Oké? Okay? Úgyhogy várunk szeretettel, visszaadom a szót a háziasszonyunknak. Köszönöm szépen a figyelmet, szeretlek! Minden jót neked! Hú, most szóhoz sem tudok jutni. Azt kell, hogy mondjam, hogy amit most Mesterünk Szedlacsik Miklóstól hallottunk, az egy olyan átfogó, egy egyben lévő előadás volt, amit ha hallottunk és meghallottuk, akkor el tudjuk dönteni, hogy fontos-e idejönni, fontos-e közénk jönni, és tanulni, fejlődni, hiszen olyan hatalmas tudással rendelkezik, és adja át számunkra, és olyan fontos tudásokat kapunk tőle, amelyel én már megtapasztaltam, rendkívül jobbá tudjuk tenni az életünket, és sokkal nyugodtabb, boldogabb életet tudunk élni. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós Esterkócsnak a képzést! életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam annó ezelőtt körülbelül hat éve. Én akkor nagy örömmel fizettem be az első havi tandíjat, mert valahogy éreztem, hogy itt valami, valami olyat kapok, amit máshol nem. Kerestem, kutattam előtte, de nem találtam olyan tudásra, amit itt megkaptam. Azóta életem sokat változott. Szó esett most a, a félelemről. Mondhatnám azt, hogy igen, igen, féltem. Féltettem a családomat, féltettem, hogy betegek lesznek, féltem, hogy nehogy hamar meghalljunk, és így tovább. És gondolom, ez nagyon-nagyon sok embernek a félelme. Az ide itt megkapott tudás által azt mondhatom, hogy egyre kevesebbet félek. Tudom azt, hogyha... Amit tanítam Szedlacsik Miklós Mesterünk, azt az etikát elsajátítjuk. Ha tudom azt, hogy a küldetésem útján járok, amit itt megtanulhatunk és elsajátíthatunk, és azt a feladatot végezzük, amit mi leszületés előtt bevállaltunk, akkor nem kell, hogy féljünk. Nem kell, hogy féljünk, mert védenek az égiek, jó úton járunk, és, és ö, csak jót várhatunk. Ha néha mégis akad egy-egy kis probléma, akkor tudjuk azt, hogy ez csak figyelemfelhívás, útra terelés, letértünk az útról, vagy valami olyat tettünk, ami, amit nem kellett volna. De észrevéve a ö, problémából, én azt tapasztalom, hogy változtatunk, és általa megváltozik a, az életünk, eltűnik a probléma, és egyre jobb és jobbá válik az életünk. Ö, nem szeretnék hosszan beszélni, de annyit azért még igen, hogy ugye párkapcsolat-kocsképzés lesz a következő, és az itt megszerzett párkapcsolat-kocsképzés által tényleg rendkívül sokat változott a párkapcsolatom is. Amikor ide jöttem tanulni, azt hittem, hogy jó az életem, és amikor hallgatjuk a mesterünk képzéseit, akkor jövünk rá, hogy hú, itt is van probléma, ott is, ezt is rosszul csináltam, azt is lehetne jobban. És amikor az által tanított módszereket használom, és tudom azt, hogy miért mondja azt a párom, amit mond, és nem kell, hogy magamra vegyem, mert hiszen ő nem akar megsérteni, sokkal nyugodtabb és harmonikusabb lehet az életem. Megtapasztaltam, hogy egyszerűbb, könnyebb. Tudni azt, hogy a tudás által, hogy miért teszi azt, amit tesz, ha ismerjük az ember életműködést. Ezt is megkapjuk a mesterünktől. Azt tapasztalom itt a szervezés során, hogy nagyon-nagyon sok ember párkapcsolati problémával küzd és egyedülálló, hiszen szeretne párkapcsolatban boldogan élni, és itt megvan minden tudás arra, hogy a tudást, a módszereket elsajátítva megfelelő társa találjon, és egyre boldogabban élhessen a párjával. Meg tudja érteni az ellenkező nemnek a működését, az és a saját működését, és, és egészséget. És ezáltal tényleg harmonikusabbá válhat a kapcsolat. tényleg mondhatom, hogy életem legjobb döntése volt, hogy ide csatlakoztam, és mindenkinek ajánlom, akinek bármi problémája van, hogy csatlakozzon, kezdje el a képzést, nézze meg, hogy mit kap a második részben, hiszen az első részben hallhattuk, hogy milyen csodálatos dolgokat kapunk, viszont meg sem közelíti a második rész, ahol tele van módszerrel és valódi tudással, amit máshol én úgy gondolom Kerestem, de nem találtam. Itt viszont ez megtalálható. Akik kitartóan tanulnak, és itt tanulnak, mindenki arról számol be, és nekem is ugye ez a tapasztalatom, jelentősen megváltozik az élete. Miért nem próbálod ki? Szeretnéd, hogy jobb legyen az életed? Adj magadnak egy esélyt. Azt javaslom neked is hogy ne halogas, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Én biztos vagyok benne. Amint hallottad, az első havi tandíjat most akciósan 19.700 forintért ö, tudod megkapni. A következő havi tandíjat mindösszesen 12.500 forintért ö, kapod. Ezért az árért cserébe azt mondhatom, hogy fölbecsülhetetlenül értékű tudással gazdagodsz. Az az érték, amit mi kifizetünk ezért az egy havi képzésért, nem tudom megmondani, hogy milyen érték lehet. Ha arra gondolunk, hogy az életünk válik jobbá, és egyre boldogabbá, nem beszélve róla, hogy lehetünk szabadabbak, egészségesebbek, és teljes nyugalomban, félelem nélkül képesek válunk, képesekké válunk élni. Hiszen hallottuk a léleknek a működését. A lélekről ö, is beszélt Szedlacsik Miklós mesterünk. Ö, pont tegnapi napon gondoltam arra, hogy itt van nekünk ez a röpke, életű ö, emberi testünk, és ezzel rengeteget foglalkozunk. A legtöbb ember ezt ez kényezteti, mindent megtesz érte, és benne van egy halhatatlan ö, lény, amely ö, ha, amely ö, arra vágyik csak csupán, hogy tudással gazdagítsuk, és ö, ugye ez a kicsi részünk halhatatlan. A legtöbb ember erre mit sem áldoz, mit sem költ, mit sem foglalkozik vele. És hiszen azért jöttünk ide a Földre, hogy ezzel a pici kis parányi lelkecskét növeljük, és egyre többet fejleszük, és ezáltal visszajuthassunk oda, honnét valaha jöttünk. Kiki hány élete ezelőtt választotta ezt. Ha ezt úgy gondolt, hogy nem igaz, valószínűleg azért, mert rég szület, régi leszületésed, vagy többszöri leszületés lehet, Viszont azt gondolom, hogy erre a halhatatlan részünkre nagyon fontos lenne több figyelmet fordítani, amely okozza, generálja a problémát, generálja a betegséget, és mindazt a problémákat, amiket megélünk életünkbe. És ha megfordítjuk, arra figyelünk, arra a pici kis részünkre, akkor megváltozik az életünk, javul az életünk, a testünk is egészségesebbé válik, és egyre boldogabban él élhetünk. Azt gondolom, hogy ez a 12500 forintos második hónaptól befizetendő tandi abszolút egy csekély dolog, és, és megéri. Ha szeretnél fejlődni jobb életet élni itt a helyet közöttünk. Ne halogass itt az új élet, hozd meg a döntésedet indulj el fejlődni. Mindenkinek javaslom, hogy legalább három hónapra próbálja ki ezt a képzést. Három hónap alatt már nagyjából láthatja, hogy mit is kap általa, és aztán tudja el tudja dönteni, hogy szüksége van-e erre. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az általunk ö, 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 felkínált ajánlat, a személyes részvételed esetén most még. Bocsánat, ö, igen. Most még egyszer betekinthetsz a szünet után következő kocsképzésünkbe. Amennyiben ö, nem keltettük fel a figyelmedet, akkor szeretettel elköszönünk tőled. A szünet után kocsképzésünk lesz, amely, ö, ugye, amely ö, 30 perc ö, szünet után kezdődik, és ö, várunk szeretettel tanulóként, és, és most megköszönöm a lehetőséget. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, amit már el említettem, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és így elköszönünk tőled szeretettel. Köszönöm szépen, hogy házigazda lehettem Szedlacsik Miklósnak.